Maradunk a filmeknél a folytatásban is, ráadásul olyan alkotásoknál, amelyek amellett, hogy egy időben tanítanak, gyönyörködtetnek és szórakoztatnak, kétségtelenül érzelmi intelligenciánkat is fejlesztik. A székelyföldi legendárium értékeire azonban nem csak mi, hanem egyre inkább országhatárokon túl is felfigyelnek. Nemrég a Tisza óriásai című rajzfilm elismerésben részesült a berlini mozgóképfesztiválon, a székelyföldi mini erdélypark pedig októberben az Aranypóni díj büszke tulajdonosa lett. Jó hír az, hogy hamarosan sor kerül az Orbán Balázs rajzfilm a Csontbáró premierjére is. Sok az újdonság tehát a székelyföldi legendárium házatáján, van miről beszélgetnünk Fazakas Szabolcsal, a Mini Erdélypark a székelyföldi legendárium ötletgazdájával, animációs rendezővel. Szeretettel köszöntelek újra itt nálunk. Köszönjük szépen a meghívást. És köszönjük szépen, hogy elhoztad ide az Aranypóni díjat, amelyet nemrég kaptatok. Nagyon jól mutat itt a díszletünkben, itt is hagyhatod. És sok mindent elmondtam, de nem biztos, hogy mindent, mert sűrű ez az időszak, úgy látom a legendárium házatáján. Igen, jó sűrű. Hát én is próbáltam figyelni, mit mondasz, hogy nézem, mennyi mindennel foglalkozunk. Hát az a helyzet, hogy az a jó, hogyha nem mondjuk magunkat, tudod. Most már kiköltöztünk a teljes mértékben a székelyföldőre. Nem udvarhelyen van a székhelyünk, hanem a Orbán Balázs valamikor a birtokán, úgyhogy még több a feladat így. Még közelebb vagytok. Még közelebb vagyunk a tűzhöz, igen. Az ihlethez, és tényleg örvendek, hogy ott van a rajzfilm stúdió, és most már a Székelyföldön, és az Orbán Balázsról szóló rajzfilm most már a Székelyföldön készül, úgyhogy a lehető legjobb helyez. Uh-huh. Na, nagyjából ennyi van, hát működtetjük a parkot, jönnek a turisták hozzánk szép számba. Ez ugyanígy marad most az őszi téli idő, vagy hát már ősz végén járunk, téli időszakban is? Hát lehet, az ősz még januárban is fog tartani, ahogy így haladunk. Persze, tehát nem zárunk be, mert sok vendég már épp bejelentkezett, úgyhogy nem tudjuk bezárni se a Mini Erdélyparkot, se a Bogár Parkot, sőt a kisvonatot is ugyanúgy működtetjük. Ennek a Póni díjnak is ez volt a lényege, ők nem a Mini Erdélypark makettjeire adták csak a díjat, hanem az, ahogyan az egész működtetve van. Tehát ugye van emögött egy jó csapat, gondozzuk a kertet, tisztaság van, van egy harmóniája, egy hangulata, uh-huh. ugye játszótérrel ott összekötve, ugye gyerekvár. Újdonságok, a bogarak ugye ott például, azokat is meg lehet nézni. Mi tölt el a legnagyobb örömmel itt az utóbbi idők elismerései közül? Visszatérve az elismerésekre, hát, ugye? Mindenképpen az elismerés jó, és tényleg annak örvendek, hogy ezeket meg is kaptuk, mert csapatnak ez jót tesz. Uh-huh. Tehát az egy lelkesítést, és tényleg látjuk azt, hogy van értelme annak, amit teszünk. Nyilván az elején, mikor nekifogtunk a legendárium rajzfilmnek, nézték, hogy baj van velünk, mit akarunk, mit rajzfilmet, uh-huh. pont Székelyudvarhelyen, kisvárosba. Nem, tehát lehet, működik, szóval uh-huh. nem kell ezért elmenni feltétlenül Hollywoodba, sőt, nekünk Hollywoodhoz képest már annyi előnyünk van, hogy nekünk kész vannak a díszleteink évszázadok óta, sőt, több évszázados uh-huh. legendáink vannak, jelenetek ott vannak, az őseinktől kaptuk. Hát ezek rendeztetnek, hogy gyakorlatilag a kultúránkat egy picit más köntösbe ki tudjuk vinni a világba, és hogy foglalkoznak velünk, tehát észreveszik, és az nekünk nagyon sokat jelent. Már az, hogy ilyen sokáig fennmaradt, és még most is csak felfele tartotok. A berlini mozgóképfesztivál, azért azon te is ott voltál. Nem voltam ott. Nem voltál ott? Nem. Tehát ezt interneten értesítettek. Uh-huh. A kollégák voltak az Aranypónin, ez uh-huh. interneten kaptuk a jó hírt, és az oklevelet is úgy küldték el. Uh-huh. Nem voltunk jelen, de a film ott volt, az volt a fontos. Igen. Tehát a nézők látták, a zsűri döntött, és kiemelték. De jó érzés lehet, hogy ezt így most megkapjátok, ugye akár így levélben, hogy... Hát igen. Tudod, Tisza ugye le volt fordítva angol nyelvre, ezért volt jó. Ez a rajzfilm ugye egy legenda, egy jóslat Kárpátalján játszódik, legyőzik a gonosz óriásokat Zete és Rika. Remélem, hogy ez be fog teljesülni. A legendák azok nem csak a múltat idézik, hanem jósulnak is a jövőre. Úgyhogy ennek örvendenék, hogy ez a mi rajzfilmünk, bár nincs köze az ottani történésekhez, mert hamarabb készült a rajzfilm, mint ahogy a történelem közbeít nekünk az életünket. Nem nekünk, de megváltoztatta az ottani kárpátaljai gyerekek életét. Szóval én remélem, hogy most a legenda be fog teljesülni előbb-utóbb. Meg is nézzünk egy részletet ebből a rajzfilmből, a Tisza óriásaiból, és utána folytatjuk a beszélgetésünket. Thank you.
Hebe úrgyák! Csetlik, botlik, ti nagyra nőtt szamarak! Néha pimasz kölyköt, tapostuk el őket is, tapostd el! Tapossuk! És sikerül! Mindjárt földön van Csetlik! Szodél a két terve, lesz itt mindjárt vizes mutatvány. Gyertek velem a Tisza partjára. Beszéltük épp, hogy sok rajzfilm, vagy az első évad teljesen le van fordítva, sőt 10 nyelvre, ez így meg is lepett engem. Most pedig ugye az általatok készített rajzfilmektől különbözik egy picit az a rajzfilm, ami most készül. Az Orbán Balázsról szóló rajzfilmről beszélek, ugye a Csontbáró, ez a címe. Más lesz, mint az eddigiek. Hogy kell elképzeljük? Hát az a helyzet, hogy ez egy komolyabb téma. Ugye nagyon érdekes, a Covid szülte az ötletet, most már így mondom, mert ültem az irodába, untam magam, valamit kellett csinálni. Uh-huh. Le volt álló a rajzfilmstúdió, kollégák otthon voltak, és a pont akkor tájt indítottuk az Orbán Balázs látogató központot a Székelyföldön, és így gyűltek az információk, gyűltek a jelenetek Orbán Balázs életéből, és egyre jobban láttam a filmet magam előtt, és nem egy ilyen csak magyarságnak készülő filmtémát láttam, hanem egy nemzetközi, tehát ki is mondhatjuk bátran, hogy ő a Székely Indiana Jones, tehát ő kalandozó, tehát neki komoly élete volt, ő ugye 60 évet élt, de leélt inkább 180-at e helyett, tehát annyi mindent csinált, annyit utazott, annyi mindenben részt vett, tehát Székelyföld leírása az csak egy csepp a pohárban, amit ő maga után hagyott örökségként. És olyan keveset tudunk róla egyébként. Hát többnyire ezt a vonatkozást igen, ezt ismerjük. Igen, azt az embert emeltük ki, uh-huh. Tényleg látjuk őt fiatalkorában, diákként, szerelmes, jön az élete, megváltozik, elszegényedett bárói család, de picit ez egy komolyabb téma, tehát mondhatjuk a krimi is egy picit, uh-huh. Mert ugye itt van a filmben, itt megmérgezés, gyűlölet, párbaj, tehát egy csomó. Ugye, most én más a célközönség is? Tehát hát a célközönsége 13 plusz, uh-huh. 16 plusz, meglátjuk. Én ugye úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy 16 pluszos is még lehet, hogy az lesz, uh-huh. de az a helyzet, hogy azt látom, hogy a fiatalabb korosztályt is érdekli, majd tesztelgetjük uh-huh. a filmet, mutogatjuk, tetszik a gyerekeknek is, tehát érdekli őket, főleg a székelyföldi gyerekek már látják a szülővárosokat a rajzfilmben ezelőtt több mint 100 évvel, hogy mi történt a igen. központban. Úgyhogy érdekes lesz, és azért ez egy ilyen motion uh-huh. comic technológiával készül, azaz nem teljesen motion comic, de hogy ezt alkalmazzuk, tehát Futaki Attila képregény rajzoló művészt bíztuk meg azzal, hogy a képeket ő készítse el, és akkor nagyon érdekes, hogy a 3D animációs stúdió csapattal, most már van egy tapasztalat mögöttünk, leálltunk, és ezt a technológiát, ezt a 2D motion comic technológiát kezdtük el meg is tanulni, alkalmazni, sőt van ilyen frame by frame animációnk is, ami ugye képenként lerajzolja a mozgásokat, tehát nagyon érdekes, tehát új újítottunk, igen, igen, egy másik világ, tehát teljesen más, uh-huh. mondom, új a dolog, és maga a téma, tehát 16 percesnek készült a film, de közben átléptünk a 25 perces, 24-25 percesre, ezek a televíziós standardek, és 10 részre tervezünk. Tehát 10 részből fog állni, és akkor témájában is. Várható akkor ezután, hogy egy picit így, hát nem váltotok profilt, mert ugyanazon a profilon mozogtok, de technikát hasonlóak lesznek, mint az Orbán Balázsos rajzfilm ezután? Mondjuk ezzel van dolgotok hát még? Hát nem, hanem az Orbán Balázsos rajzfilm az marad, tehát az marad ebbe a stílusba. Uh-huh. A 3D-t is fogjuk használni a gyerekek, tehát a gyerek rajzfilm sorozat nem áll le, hanem itt valahol a csapat bizonyos kollégák átfedés, tehát lesz, inkább átfedés lesz. Tehát valamikor 3D-znek, valamikor 2D-znek. Ez látom, hogy jót tesz nekik is, 7 éve csak a legendárium rajzfilmet készítették sokan a cégnél, és amikor bedobtam, hogy mától ezt csináljuk, felüldülés volt. Igen, végre valami új, úgyhogy
Váltogatni fogunk, és ez jót tesz a csapatnak, úgy látom. Hogy álltok most ezzel a rajzfilm sorozattal? Mennyire vagytok kész? Mikor lehet majd megnézni? Hát gyakorlatilag az első változat már elkészült. Most az van, hogy mint minden... ugye az alma megnőtt, most várjuk, most meg kell színesedjen, még egy kicsi, kell egy kicsi fotoszintézis, meg napfény, úgyhogy az van, hogy most csiszolgatjuk, az helyzet arcokon kell még dolgozni, most a képek, tehát vannak még dolgok, amiket kell javítani, ugye én is látom, hogy itt ott csiszolnunk kell, még Kuda László belül, ugye az forgatókönyvíró, pont ma döntöttük el, még egy mondat be kell kerüljön, mert sokkal jobban segíti a következő epizódoknak is a megértését, úgyhogy szerintem ebben az évben a nézőkhöz remélem, hogy el fog jutni, ugye itt van egy, ugye van két támogatónk is, van az NFI és a Budapest, Bukarestben a Csenecsé, és ugye ezek az intézmények is el kell fogadják, és utána megy a televízióba. Egyébként az Erdélyi televízióba is lesz vetítve, az Erdélyi TV is besegített a gyártásba. Úgyhogy majd remélhetőleg hamarosan látni fogják, legalább az első részt. Most mi is megmutatunk itt most egy rövid részletet ebből, hogy láthassák a nézők, hogy körülbelül hogy fog kinézni, és utána folytatjuk. Nyugalom, csend, az otthon békéje. Most már látom, milyen felbecsülhetetlen kincsek. Most, amikor elvesztettem őket. Kaland kellett nekem. Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy láthattam ezt az első részt, így még ebben a változatában ezen még lesz csiszolni valótok, azt mondtad, de hát nagyon jó, tényleg szerintem fogják imádni a nézők. És most mik a legújabb tervek, hogy így elvagytok, ugye amúgy is a munkával havazva, de a Mini Erdély Park táján még van valami így a téli időszakra esetleg? Sok. Így is sok? Sok. Tehát igen, most hát elkészült a második rész, a forgatókönyv, kell jön a technikai forgatókönyv, ez azt jelenti, leülök képenként leírom, hogy mi lesz a filmben, ami nagyjából 80%-nak felel meg, mert ugye menet közben ez mindig változik. Készül a picokakakas rajzfilm a gyerekeknek, ez már gyereke, jön, sőt van egy patkolópásos történetünk, az Délvidéken játszódik, a picokakakas muravidéki történet. Tehát Zete és Rika, ők nem csak Székelyföldön mentenek legendákat, hanem kimennek Kárpát-medencébe, sőt az egész világba, tehát fogjuk látni őket majd Kínába, és lehet, hogy a kínai nagyfalat mentik meg éppen, vagy a Stonehenge-et akarja az ördög összeomlasztani. Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen kalandok hát igen, ez most ez elindult a sorozat, úgyhogy innentől kezdve a csillagos ég. Igen. Na hát sok erőt, kitartás, de lendületed az van, lendülete van a csapatnak, úgyhogy szerintem ebből nincs hiány, úgyhogy további sok sikert nektek. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy eljöttél.